Jöjjön Szandi, a hétvégén itt Kiskohanason sörfesztivált rendeztek, akkor még ragyogó szép idő volt, úgyhogy az alkalom az kitűnően megfelelt a fellépéseknek és a sörivásnak is. Szandi nemrég érkezett haza New Yorkból, ahol Nászúton járt, erről kérdeztük őt. És hát egy-két részletet is azért elárulunk, sőt még az is kiderül majd, hogy Szandi milyen afférbe keveredett a helyi rendőri közeggel. Nemrégiben volt az esküvőtök, és ami nagyon megragadott, hogy egy nagyon jó régi barátod, Fenyő Miklós nem ment el. Kiderült-e, hogy miért? Hát ebből egy kicsit, hogy mondjam, ezt egy kicsit felfújta a sajtó, ennyire nem voltam elkeseredve, mert nem az foglalta le az én figyelmemet, hogy most ott van-e a Fenyő Miklós, vagy nincs. Meghívtam, nem jött el, ennyi. Sajnálom, hogy neki 5 perce nem volt arra, hogy beugorjon, akár csak az önkormányzati, nem is kellett volna még a templomira se jönni, csak hogy annyi, hogy oda jöjjön. Sajnálom, ennyi, de én nem vagyok haragtartótikus, én nem haragszom senkire soha, ez nekem egy fontos dolog az életben. Ennyi. És hál' Istennek nagyon jól sikerült az esküvő, jó buli volt utána, hajnalig tartó buli volt, és tényleg nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és viszont sok-sok olyan ember jött, akit én nagyon szeretek. Utána következett a Nászút a tengeren túlon. Láttam egy fotót, amelyen úgy szerepelsz, hogy pont egy mikrofon mögött vagy. Hol van ez a mikrofon, és miért vált híressé? Hát ez a kis éneklés a Kapitólium előtt történt meg Washingtonban, és a Csabi fotózott le engem, hát körülbelül 2 percem volt arra, hogy felmehessek oda a színpadra, mert éppen egy beszédre készültek az emberek, és hát megláttam a mikrofon, természetesen rögtön oda kellett, hogy menjek, de hát rögtön oda jött egy rendőr, és hát elég csúnyán rám szólt, hogy azonnal menjek onnan, hiszen hát Amerikában nem ismernek engem az emberek, tehát őt most nem érdekli, hogy én most énekesnő vagyok, vagy sem, és mit keresek ott, de jó buli volt, és hát jól sikerült a Nászút is, mert hogy ez egy munkával egybekötött Nászút volt, már amennyire munkának lehet nevezni, Csabi játszik a Solaris nevű zenekarban, és nekik volt 2 koncertjük, egy Washingtonban, egy New Yorkban, és nagyon jól sikerültek, úgyhogy én ott, mint rajongó voltam jelen, és mint operatőr mellve felvettem, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Szívem most lázadó, szép szónak ellen áll. Jaj, miért nincs ajtató, ha ébreszt a szívébe, má-há-há. Nem tudom magam, semmi ez a láz. Együtt megint a villanyára, úgy meg láz. Mégse bánom, hogyha elkapom, legyen a szerelem az én bajom. Apropó, hogy van a Degud? Degu nagyon jól van, a kis nász ajándék. Ő egy patkányfajta, éppen ezért nagyon értelmes állat, és épp most mondta a Csabi reggel, mielőtt elindultunk, hogy ma is megvakarázta. Ugyanis minden reggel meg kell vakarászni a füle mögött, meg így, meg mindenhol, mert akkor így tartja magát. Nagyon szereti a vakarászuk, nagyon édes kis állat. És hát épp most számoltuk, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vagy 7, szóval sokan vagyunk a gyermekeinkkel, mi úgy szoktak mondani, állatkáinkkal együtt. És hát van... Mi lett a neve? Gedeon. Miért? Hát azért, mert valahogy ez jutott eszünkbe, és Gedeon lett. Kisfiú, úgy néz ki. Bravo! Me borra.
Ahogy figyelgetem Szandi életútját újságban, televízióban, azt látom, hogy zajlik az életed. Mikor van időd pihenésre? Hát, hál' Istennek nem sok idő van pihenésre, de azért van, amikor akad, és én nagyon szeretek férjemmel, Bogdán Csabával otthon együtt lenni a házunkban, és kiülni a teraszra, és napozgatni, vagy az árnyékba hűsölni inkább. Ha szabad időnk van, akkor főzőcskézek, otthon teszek, veszek a virágaimat, gondozom, de tényleg zajlik az élet, szóval nem sok szabad időnk van. Tulajdonképpen minek tartod magad színésznőnek, énekesnek, tévés személyiségnek, szóval hogyan ível a pályád? Hát azért nekem a legfontosabb az énekesnői mi voltom, tehát én elsősorban énekesnő vagyok. Kis kirándulások voltak, a műsorvezetés is, a színház is kirándulás. Nagyon szeretem csinálni, és nagyon örülök annak, hogy kipróbálhattam magam különböző dolgokban. Már nem is tudom, hogy mi az az új, amiben még. Azt hiszem, hogy ez a nézettségi index azt jelezte, hogy jól sikerült a próba. Hát hál' Istennek! A filmben bemutatott néhány fénykép felvételt a Story Star magazin készítette. Nem tudom, hogy kint New Yorkban Szandi jódlizni kezdette, de mint egy autó riasztó. Eszméletlen jó hangja, én nem gondoltam volna, hogy ennyire lehet visítani. Nem tudom, hogy ez képzelni, jó. Hogy meglepődtek az ottani rendőrök, amikor valószínű. Felállt a színpadra, és elkezdett énekelni. Egyébként az anyagban nem hangzott el, de azért mi egy-két titkot hallottunk a Nászi éjszakáról is. Úgy bizony, Szandi elmondta, hogy a Nászi éjszakájuk annyira jól sikerült, hogy hallgatták a szomszéd szobában lévő párt, akik lehet, hogy nem Nász éjszakát töltöttek, de nagyon jól érezték egymást. Ennyit tudok rámondani. Hát lehet, hogy fel kellett volna velük venni a ritmust. Nem tudni, mi ilyenkor a megoldás. A koktélban eddig már sok-sok érdekes embert bemutattunk, de úgy emlékszem, hogy az 5 év alatt tengerésszel még nem sikerült eddig beszélgetnünk. Hát ez valószínű azért van, mert nem vagyunk egy nagy hajós nemzet, én legutoljára nagy tengerészt, mint Jelki Andrásra emlékszem. Azonban van itt Kiskunhalason egy fiatal ember, aki szintén szemet vetett a tengerész pályára. Gyöngyi Krisztián, aki a tanulmányai befejezése után sikeresen részt vett egy matrózképző tanfolyamon. Annyi biztos, hogy nagyon sokat kellett neki feljárni a Budapestre, hiszen nagyon sokrétű pszichológiai teszteken keresztül mindenféle bezártságot nézték, hogyan tűri az ember. Különböző teszteket elvégezett, és sikeresen. És ezután olyannyira szerencsés volt, hogy fiatalkora ellenére már 2 hajóúton is részt vehetett. Az öreg tengeri medvének még nem nevezhető fiatalember nemrégiben itthon tartózkodott, és akkor tudtunk vele egy beszélgetést készíteni. Nézzék meg! Hajózni már pedig kell. Az egy gyerekkori álmom volt tulajdonképpen, hogy egyszer egy hajóra kijuthassak és a tengeren hajózhassak. Nagyon sok ilyen könyvet olvastam, nagy hatásra voltak rám különféle filmek, és találkoztam is ilyen emberekkel, tehát az ő befolyásuk is érződött ezen. Milyen tanfolyamokat kell elvégezni ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy tengerjáró hajóra?
Mivel a hajókon elég szigorú követelményeknek kell megfelelnie az adott tengerésznek, komoly egészségügyi alkalmasságvizsgálatok, pszichológiai alkalmasságvizsgálatok vannak, amit elméletből is vizsgázni kell, tehát ilyen tengeri túlélés technikai ismeretek, tűzvédelem, elsősegélynyújtás, a pánik megelőzésének körülményeiről oktatnak. Ez elég számos vizsgán kell átmenni. Nekem ezeket a vizsgákat 95-ben sikerült elvégezni. A hajózási felügyelet szervezte ezeket a tanfolyamokat, és mindegyiket szépen külön-külön teljesítettem, és ezt követően került sor az első behajózásomra. Milyen érzés volt a behajózáskor? Mit éreztél akkor? Hát ez fantasztikus volt számomra. Régóta vártam ezt a pillanatot, és hosszas telefonálgatások, személyes interjúk és személyes felmentelek Budapestre. Tehát elég sok időbe került, még sikerült, de szóval nagyszerű érzés volt. Krisztián 96 májusában végre vízre szállt. 9 hónapot töltött segéd, majd fedélzeti matrózként a csokonai teherhajón. A hajó az Egyesült Államok kikötői után bebolyongta az egész Távol-Keletet. A csokonain 31-en voltunk, igazából két utas is volt, de egy 29, tehát 29 ember volt, aki mind munka viszonyban volt a hajón. A parancsnoktól kezdve a deckboyig, vagy a gépápolóig, tehát a legkisebb matrózig. És milyen munkákat végeztél a hajón, hiszen az ember belegondol, egy hajóút rögtön az van, hogy egész nap fekszenek a matrózok hanyatt a fedélzeten és vakargatják a hasukat. Kevés ilyen nap volt a hajón. Számos munka volt. Tehát a csokonain ez egy daru, elég sok daruja van ennek a hajónak, tehát egy darus ilyen tömegáruszállító hajó tulajdonképpen. Rengeteg kötéllel, drótkötél, műanyagkötelek vannak, számos raktára van, tehát egy elég, hogy mondjam, tehát elég melós hajó. Megszámít. Festés, rozsdaverés, karbantartás, akkor kötelekkel birkóztunk több alkalommal, ez természetes, a raktárak takarítása, fedezetmosás. A szüleim tulajdonképpen támogattak így mindenben, tehát örültek neki. Tehát mondjam, én úgy láttam, hogy örültek annak, hogy én nekem sikerem van ebben, és elérem a célomat. Persze az elutazás előtt közvetlenül hát az aggodalmat azért láttam rajtuk, és tehát kicsit azért féltettek, úgymond, az első utam előtt, de telefonon, levélen keresztül, többször, tehát hajón létem alatt többször is tehát beszélgettünk, tudtam őket hívni, nem volt annyira. De nem volt olyan, mint a régi időkben, az ember elment egy évre, másfél évre, és addig semmi hír az otthoniakról. Manapság ez már nem így van, tehát nem volt akkora vész. Hazajöttél az első utad után 9 hónapot tengeren töltve. Annyit tudok, hogy nagyon kétséges volt, hogy elmehetsz másodszor is hajózni. Igen. Ez igen. Sikerült. Most a második utad alkalmával merre jártál? Most a második utam alkalmával a Volt Radnóti nevű hajón voltam. Most Indian Tiger volt a neve, mert ez egy új tulajdonos megvette ezt a hajót. Porto Malgeren szálltam be a hajóra Olaszországban, és az Emirátusokból jöttem haza. Voltunk, a második utam alkalmával voltam Románia, Ukrajna, voltunk Afrikában, Eritreán, Kenyában, Indiában, Sri Lankán. És az Perzsőből egy-két országában, tehát Kataron, Kuwaitban, több felé. Tulajdonképpen az ember belegondol egy tengeri utazásba, óhatatlanul a vihar jut eszébe. Volt olyan vihar, amikor már te is kezdtél félni, és azt mondtad, hogy bizony most félig teli van a nadrág? Hát a félig nem is, de az első utam alkalmával a csokonain volt olyan, amikor mentünk Szingapúr felé Távol-Keleten, hogy elkaptuk a monszunt, és ott bizony 10-12 napig, nem tudom pontosan, már 2 hétig elég durva idő volt, tehát hatalmas páratartalom, nagy hullámzás, szél, tehát egy elég kemény, szürke, fekete minden, a tenger, bömbel a vihar, és ott igen erősen mozog a hajó, tehát amit sokan nem is bírnak, ugyebár ez a tengeri betegség. Voltak olyan napok a monszun alatt, nem is igen kellett kimenni a fedélzetre, kötelek le voltak kötve, tehát így le voltak úgymond zégfesztelve, tengerállóvá téve, nem mozogjanak. Volt, amikor majdnem 30 fokokat mozgott a hajó, ez elég komoly mozgás, dőlésszög.
Az meg is visel az embert, tehát vagy étvágytalan lesz, hányingere lesz, egész nap a kamélyába fekszik, próbál feküdni, mert egyszerűen kellemetlen, liftezik a gyomra. Valakinek úgy jelentkezik az a tengeri betegség, hogy egész nap csak kajál, tehát eszik, és érdekes, tehát ez mindenkinél másképp jelentkezik. Viszonylag, ami kicsit kellemetlenné teszi a hajózást ilyen hosszabb utakon, az tulajdonképpen a személyzet, hogyha 9 hónapon keresztül ugyanazokkal az arcokkal, ugyanazokkal az emberekkel hajózik a tengerész, hogy a hajózók mondjuk, az kissé mindig ugyanazokat az arcokat látni reggel, este, kicsit az felörölheti, tehát kicsit így meggyöngítheti az embert, de is a társaságtól függ. Tehát, hogyha a társaság fele alkoholista, akkor elég kellemetlen elvisel, elég zűrös, de a Csokonain, megint a Csokonait hozom fel, ugye azon voltam hosszabb ideig, ott számos, tehát nagyon sok fiatal volt, sok első hajós volt, jó hangulat volt azon a hajón. Milyen beavatási szertartás van, amikor az ember átlépi az egyenlítőt? Az egyenlítő átlépésekor általában az idősebb személyzet megszervezi egy nagy bulit szerveznek, már napok előtte készülnek rá, hogy a pogányokat úgymond felavassák. Hát ez egy egész napos nagy banzáj. A fedezetmester beöltözik Neptunnak, nagy villával a kezében, a idősebb kormányos matrózok sellőnek. Akkor van egy úgynevezett orvos, aki ott kifektetik a pogányt, leláncolják, és elkezdik úgymond kínozni. Erről Zsugori Zsolti tudna mesélni egy két dolgot, tehát. Többnapos rohadt ilyen céklalevekkel, ilyen bebudjant zöldséglével, még ilyen trutymokkal leöntik az illetőt, akkor ilyen óriási nyomású víztömlővel fröcskölik, át kell bújni egy ilyen olyan csövön, ami eszméletlen szűk, kette-hárman szerencsétlenkednek benne egy szál gatyába, közben nyomatják mindkét oldalról tengervizet nagy nyomással, meg elég komoly tételeket, tehát így alkohol szempontjából fel kell ajánlani a Neptunnak, hogy tehát átengedi a tengerész, tehát úgymond igazán tengerész javaslálhasson. Milyen pluszt adott neked ez a két utazás az életedben? Nekem régóta az álmom volt, tehát a hajózás mellett, hogy a világ számos helyére ellát. Szerintem sok fiatalnak szerintem valahol terve vagy vágya, hogy sok helyre elmessek, tehát sok, a természetnek sok szépségét láthassam. Tehát a vízen a halakat, a felhők, a delfinek, az állatok, a kikötők, különféle kultúrák, vallások. Érdekes, tehát annyira én voltam araboknál, voltam zsidó, hindu, buddhista, keresztény, ortodox, minden, tehát elég sok vallású országokban, és ez érdekes, ez a színesség, ez a kultúra. De mondom, mellette főleg a világjárás foglalkoztatott. Ha most jól tudom, nem tudsz a fenekeden ülni itt Kiskunhalason, és a Greenpeace hajóra szeretnél feljutni, igaz ez? Hát ez... tulajdonképpen kapcsolatban vagyok a Greenpeace-szel, de elég szűk kör. Tehát a Greenpeace-nek majd tengeri szolgálata, és azon belül egy nagyon szűk csoport. Ez egy akciócsoport, ugye, akik hajóznak. Ők nem kereskedelmi hajók, nem hadihajók. Tehát ezt tudja, sokan tudják, hogy ez egy környezetvédelmi akciócsoport. Hát én szeretnék hozzájuk végül is bejutni. Bekerülni, mint aktivista.
azért nem lehet könnyű a matrózok élete, nem tudom, te elmennél a tengerésznek. Hát mondjuk ha azt mondom, hogy a kikötőkben nagyon jó ellennék, az biztos, egy-két hetet mindenhol lehúznék. Hajón, ahogy én néztem a fényképeket, igen, komoly, kemény fizikai munka volt. Tehát, hogyha valaki ezt kibírja, az elmondhatja, hogy nem fél a munkától. A másik pedig, amiért én nem nagyon szívesen viselném el ezt a hajó utazást, az imént látott hullámok. Szóval ez tengeri betegség szerintem, mert valószínűleg rajtam a vasmacska megfogásánál kezdődne, úgyhogy nem bírnám. Lehet, hogy a Popeye módszerét kellene alkalmazni, egy-két dobos spenót, és minden karom is legalább vastagabb lenne. No, egy biztos, hogy sok szerencsét kívánunk Krisztiánnak, és váljon valóra minden álma. Vendégünk Molnár György, a kiskunhalasi bélyegkör elnöke. Köszöntjük Önt! Egy nagyon friss eseményről érkezett ma délután. Adásunk előtt pár órával nyílt meg egy kiállítás. Mi ez a kiállítás? Hát tulajdonképpen nem is kiállítás, ez inkább bélyeg bemutatónak nevezném. Tehát a kiállítás az egy kicsit nagyobb formátumú. Itt a Kiskunhalasi Postahivatalnál lett ez a bélyeg bemutató hát megrendezve, és hát a bélyegek világáról néhány szép bélyeg van kiállítva kiskunhalasi vonatkozású is többek között. Én úgy hallottam, hogy nagyon szerencsésnek mondhatja magát Kiskunhalas, hiszen a bélyegeken nagyon sokszor feltűnik Kiskunhalas neve. Ez egy jól kitalált, úgymond menedzsment műve, hogy Kiskunhalas ilyen sokszor rákerül a bélyegekre? Hát az az igazság, hogy én is csak hallottam róla. Hát ugye Kiskunhalasról tudni, hogy a halasi csipke az világhíres, és hát két csipke sor jelent már meg, egy blokk, amin szintén halasi csipke van, valamint Kiskunhalasról, a szélmalomról egy bélyeg. És ugye, ha most a napfogyatkozás blokkot is megnéznénk, hát azon is rajta van Kiskunhalas neve, tehát ezt is nyugodtan besorolhatjuk oda. Na most én, ahogy hallottam, hogy hogyan keletkezett ez a kiskunhalasi csipke bélyeg, hát egyik gyűjtőtársam, a Vince Feri bácsi volt a körnek a korábbi elnöke, ő mesélte, hogy amikor valamikor tanácselnök volt egy Kiskunhalason, akkor valamiért a közlekedés és postaügyi miniszter, mert akkor így hívták, járt itt Kiskunhalason, és hát akkor szokás volt ugye az ilyen nagy előjárókat valamiben megajándékozni. És akkor ő egy ilyen halasi csipkével ajándékozta meg a minisztert, aki hát ugyan természetesen csak úgy fogta, odatta valakinek ott mellette, hogy tegye el, aztán kész. És akkor hát a Feri bácsi erre egy kicsit úgy felkapta az állát, hogy hát azt mondja, hogy hát azért figyelj ide, azért azt mondja, nézd már meg, azt mondja, ez egy kicsit többet ér ám, azt mondja, mint az UPU blokk. Mert valahonnan ismertem, mint bélyeggyűjtőt. Na és hát akkor tényleg visszakért és megnézte, és akkor utána valahogy egyszer Kiskunhalas lett küldve a Zombori Éva bélyegtervező művésznő, és akkor utána megjelent a... Sokszor véletleneken múlik a dolog. Nagyon fontos azonban, hogy a kedves nézőknek megmutassuk azt az 1999 forintba kerülő csodálatos bélyeget, amit már láthatnak is a képernyőn. Milyennek az érdekessége bélyeggyűjtő szemmel? Hát ez egy nagyon érdekes bélyeg, azt hiszem a nyomda technikát dicséri. Ha ezt UV lámpa alatt vizsgálnánk ezt a bélyeget, akkor különböző dolgok jönnek elő. Hát most itt ezt nem tudjuk megmutatni, én meg elmagyarázni nem tudom, ilyen szimbólum. Azt írják, hogy ultraviola fény hatására vörösen izzó csodálatos népi napábrázolást tartalmazó grafikai elemeket is tartalmaz. Mindegyik példány egyedi piros sorszámmal van ellátva, ezért nem csak emlék, de az átlagosnál nagyobb értéket is képvisel. Gondolom ez akkor lenne igazán nagy értékű, hogyha lenne egy olyan, amit véletlenül rosszul nyomtak. Hát igen, akkor nagyon nagy értékű lenne. De csak ha egy lenne, mert ha mind, akkor nem. De szép bélyek különben, úgyhogy még lehet kapni a postán, ha jól tudom. Látott egyébként már máshol is olyan bélyeget, amilyen hologramos megoldással van elkészítve? Természetesen vannak már hologramos bélyegek, úgyhogy... De ez és ez itt tendencia érdekes. Most a bélyekiadás terén, hogy ilyen különböző trükköket is bevetnek nyomdaipari technikával? Hát... Nem jellemző, de azért vannak. Tehát amikor valami a nyomdatechnikában valami új dolog kijön, akkor azt megpróbálják mindenütt, és a bélyegnél is. Hát ugyanúgy, mintha a pénzüket megnézzük, azt is másképp nyomják, mint régen. Így fejlődik a technika. Néhány apróság néha
milliókba, súlyos milliókba kerülhet. Mi az a bélyeg, amit mostanában Magyarországon legnagyobb áron értékesítettek? Hát tudomásom szerint körülbelül egy éve, két éve lehetett egy Budapesten az egyik, egy ilyen árverező cégnél egy levél. Ez egy 1867-es kiadású ötkrajcáros bélyeg levélen, amely Ferenc Józsefet ábrázolja, és úgy magyar, ugye, hogy kőbányai bélyegzéssel, mert akkor még ugye osztrák postával közös bélyeget használtunk. Na és ezen az öt krajcár helyett három krajcár van írva. Tehát valahogy a nyomdába valami nyomó eszközt megcseréltek, és ez három krajcáros lett. Na ez, a bélyeg, ugye mert a bélyeg értékét is valahol most már itt az árverések adják meg, hát úgy kelt el, hogy 38 millió forintért, és rájön a 10%-i illeték, úgyhogy hát tulajdonképpen 42 millió forint. Szép kis úgyhogy ez egy nagyon nagy csúcs, hát ez... Tulajdonképpen azt vesszük, most egy bélyeggyűjtő fülének biztos, egy bélyeggyűjtő fülét biztos érti, de csak egy darab papír, ami nagyon értékes. Igen, hát ebből tulajdonképpen az ismereteink szerint körülbelül egy 2-3 darab létezik a világon, ami így megmaradt. Gondolom, hogy azért nagyon sokan, akik kezében kerül egy ilyen bélyeg, sokszor talán nem is veszik észre, hogy mennyire értékes ez a... Igen. Ez a ritkaság, is egyszerűen kidobják. Egyszerűen kidobják. Érdekes különben, hogy pedig ma is, ha jó, meg kell nézni még a bélyeget. Ha egy levél jön, fajta kell hagyni, meg kell nézni, elolvasni, minden. Csak egy példát mondok, hogy akkor is 80-as évek körül jelent meg egy Wittenberger sor ilyen állatokat, vadászattal kapcsolatosokat tartalmaz, és ott olyan tévnyomat jött létre, hogy a magyar posta helyett magyar posta lett nyomva. Nem tudom én, az évnek a hanyadik bélyegén, és akkor hát ez tulajdonképpen egy tévnyomat. Milyen szerencsés a bélyegnyomdász, ugye azt is megfizetik, amikor jót készít, meg azt is, amikor elrontja, sőt, azt még jobban megfizetik. Hát ma igen. Hát azért vannak ilyen tévnyomatok, úgyhogy még az 50-es években is keletkezett, 1-2-59-ben. Például volt olyan, hogy egy ilyen hold rakéta bélyeg felül lett nyomva a pirosra, és hát egy ívvel elfelejtették ezt a piros holdat ábrázoló nyomást. Egy fontos még, amit meg szeretnék kérdezni, hogy a kiállítás meddig látható a postán? Na most szeptember 11-ig. Tehát addig meg lehet nézni. Aki esetleg, akit esetleg érdekel a bélyeggyűjtés, az jelentkezhet nálunk a bélyegkörnyi belépett tagnak. Most gondolom, hogy nem kell hozzá milliómosnak lenni. Hát nem, de egy kis tagdíjat kell fizetni, mert azért öneltartók vagyunk. Úgyhogy minden hónap második vasárnapján, 10 óra után a Mávszékházban szoktunk összegyülekezni. És ott elbeszélgetünk a bélyegről, vagy cserebelünk, vagy valami. Vagy valakinek valami információ kell, akkor oda bejöhet, megérdeklődheti. Van katalógusom, minden. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. És akkor jó bélyeggyűjtést kívánunk. Sok tévnyomott bélyeget kívánok önnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mi is.